Újra meghibásodott egy vízcsővezeték Máramarosszigeten, ezúttal a Györgyi Sinkály utcába. A Vitál részvénytársaság képviselői nehezen találták meg a meghibásodás helyét, a munkálatok pedig megnehezítették csütörtökön a közúti közlekedést. A Vitál részvénytársaság képviselőinek elmondása szerint ideiglenesen megjavították, viszont a vízcsővezeték régi, ezért ki kell cserélni. Ehhez pedig Máramarosszigeten több utcáján le kell majd állítsák a vízszolgáltatást.